Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Metzger Krisztina önkormányzati képviselő, a Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület tagja. Köszöntelek és köszönöm, hogy ismételten elfogadtad a televíziónk meghívását. Köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő volt, és én is köszöntök mindenkit. A mai műsorunkban a Lokálpatrióta Egyesület elmúlt negyedéves munkájáról, illetve a jövőről és a további tervekről fogunk beszélgetni. Húsvét előtt is feldíszítette, mint minden évben, a vasútállomást a Lokálpatrióta Egyesület. Mit tudhatunk ennek a kezdeményezésnek a múltjáról, illetve hogyan sikerült az idei vasútdíszítés? A múltja az a kezdeményezésnek, hogy több évvel ezelőtt, 4 vagy 5 éve tulajdonképpen már nem számoljuk, hiszen olyan sok idő telt el, kitaláltuk, hogy milyen szép lenne a vasútállomás, hogyha az adventi időszakban egy díszítéssel várná az ide érkezőket vagy átutazókat. És akkor elkezdtük ezt a kezdeményezést, és advent kezdetén már elkezdjük a díszítést, és aztán később jött az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a húsvéti ünnepekre is földíszítenénk az állomást húsvéti színekkel, húsvéti árnyalatokkal, díszekkel, és ez most már, ha jól számolom, akkor a második húsvéti díszítésünk volt, és nem csak az Egyesületnek, hanem nagyon fontos, és mindenképpen kiemelném segítőinket, a Tisztelet Vasutas Klub tagjait, akik olyan profizmussal készítik a díszítéseket, hiszen azokat mi kötjük meg, a növényeket, és képzeljük el a koncepciót Pályi Misi segítségével, hogy abban az évben mi lesz a szín, mi lesz az árnyalat, mit szeretnénk sugallni az odaérkezőknek. Tehát az ő személyüket, illetve a Vasutas Tisztelet Klub tagjainak személyét szeretném kiemelni mindenképpen ebben a dologban. Szerintem most húsvétkor is szép lett a díszítésünk. Nagyon sok visszajelzést kapunk, nem csak városlakóktól, hiszen azért fölhívnám a figyelmét mindenkinek arra, hogy egyrészt egy műemlék jellegű vasúti épületünk van, másrészt a 120-as fővonal mellett halad el rengeteg vonat, tehát több ezer ember látja a vonat ablakából a szép állomás épületünket. És ugye az Egyesület nem csak advent és húsvét alkalmából díszíti az állomást, hanem egyéb más dolgokat, virágosítást, vagy akár karbantartást is szoktunk végezni, nem a vasúti területen, hanem padok festését, vagy éppen kerámiákról is beszélhetünk. Pusztai Zsolt segítségével az elmúlt években szereztünk be kerámiákat, amikben most már virágok lettek ültetve, és ezzel is szeretnénk megmutatni, hogy Mezőtúr a kerámia fővárosa, és egyben a vasút Mezőtúr egyik talán legszebb kapuja. Az Egyesület elindította egy oldalt, illetve a közösségi oldalon is megjelent az iránymezőtúr. Erről már többször is említést tettünk. Mik a visszajelzések, illetve a tapasztalatok ezzel az oldallal kapcsolatban? Az iránymezőtúr egy hosszabb elképzelés volt. Évek óta először a turisztikai bizottságnak, majd a turisztikai kerekasztalnak a tagja voltam, és törekedtünk segíteni ezzel az iránymezőtúr oldallal. Az én személyes vágyam volt a mezőtúri turisztikát. Ugye, hogyha beszélünk a www.iránymezőtúr.hu oldalról, akkor ott több ezer információt láthatunk mezőtúrról, többek között természetesen a múltunk, a jelenünk, adott esetben a jövőképünk, de mindemellett láthatjuk a szállásokat, az autószerelőket, a mobiltelefon alkatrész üzleteket, és hát sorolhatnám, hiszen ez az oldal, ez nem egy helytörténeti oldal. Ezt az oldalt elsősorban a mezőtúr környékére érkezők számára hoztuk létre, azoknak, akik hozzánk vagy a környező településekre érkeznek, és hogy nálunk mindent meg tudjanak találni, hiszen a város rendelkezik nagyon sok potenciális értékkel, így a turisztika terén is. Tehát az összes múzeum, nyitvatartás, aktuális kiállítás és minden ebbe benne van, illetve a szállás lehetőségek, szolgáltatások, étkezési lehetőségek. Ugye a tavalyi évben az első nagy megmérettetésünk az Ízfest volt, hiszen több 10 000 ember érkezett a városba, és nagyon-nagyon-nagyon sokan használták az iránymezőtúr Facebookos megjelenését. Rengeteg kérdést kaptunk, és végig az Ízfest ideje alatt folyamatos ügyeletet tartottunk, hogy ha elhagytak valamit, ha kerestek üzletet, ha gyógyszertárat, ha kórházat, tehát számtalan olyan aktív problémával találkoztunk, amit az iránymezőtúr oldallal kapcsolatban meg kellett oldanunk azért, hogy mindenki jól érezhesse magát a rendezvényen,
biztonságban legyen, de éppen ha friss kenyérre volt szükség, azt is megoldottuk, ha gyógyszere volt szüksége, megoldottuk, ha elhagyta a telefonját, ha nem működött a töltő, és hát sorolhatnám a problémákat, ezt is megtettük, emellett pedig kulturális dolgokat sugárzunk mindenképpen, mindenki számára. Talán ez nem annyira, mert ugye az irány mezőtúr név az azt jelenteni, hogy ugye gyertek mezőtúra, de mi egyébként egészen Gyuláig, illetve Szolnokig, sőt Ceglédig is biztosítunk programokat, mert azoknak az embereknek is szeretnénk átadni ezeket a dolgokat, akik egy hétvégére keresnek egy lehetőséget. Tehát a mezőtúri programokat is, hiszen a mi lájkolóink, a mi oldalkedvelőink nem csak mezőtúriak, hanem jelentős részük vidéki. És jelenleg a turizmus úgy jelzi, hogy ha valaki megérkezik mondjuk egy szálláshelyre, akkor körülbelül 60-70, de esetleg 80 km távolságban is bejárja a területet múzeumok érdeklődési körének megfelelően. Többek között erre is látunk példát, mert például Gyulára érkeztek meg, és Gyuláról az egyedülálló, szerintem európai szinten is egyedülálló Fazekas Múzeumunkba jöttek el, és nézték meg a kiállítást. És ezért rengeteg Turinform irodával, rengeteg kapcsolattal, művelődési házzal, tehát vagyunk kapcsolatban azért, hogy minden programot tudjunk megmutatni, és bizony az értékeink és a nézettségünk is ezt mutatja, hogy vannak olyan napok, amikor a számlálunk 25 ezerig is fel tud kúszni, persze természetesen ez ennek annak a függvénye, hogy mennyi és milyen programot tudunk biztosítani. Ha rátérünk egy áprilisi eseménybe, az előző hónapban egy hulladékgyűjtő akciót is szervezett az Egyesület, Körösparti Összefogás címmel, és ez nem az első alkalom. Erről is elmondhatjuk, hogy már hagyományosnak számít. Idén hogyan sikerült ez az akció? A hulladékgyűjtési szemétgyűjtési akciónak is megvannak a hagyományai, mármint olyan típusú hagyományai, amit egyébként a média is lát, tehát a Ligeti tavon a Túrtőbe, több civil egyesülettel együttműködve hajtottunk eddig is végre minden évben, általában tavaszi időszakban. Ez megint egy ilyen média által látható hulladékgyűjtés volt, mégpedig a Peresi Holtágon és pontosan a Vakota területén, a régi versenypályánál kezdtük el az akciót. Az akciót a Pinki horgászbolttal kezdtük el szervezni, és az akcióban segítséget nyújtott a KHS, akihez most már a víz területe tartozik, illetve az MVK Kft., akitől kaptunk zsákokat, és aztán a zsákok megtöltése után elszállították ezt a hulladékot, amit összegyűjtöttünk, és persze sok olyan ember, aki számára fontos a víz, a vízpart tisztasága. Összességében törekedtünk felhívni a figyelmet a Peresnek a tisztaságára, ami azért most nagy mértékben javult, hiszen azokon a területeken, ahol a régi időszakban voltak szemét hulladékgyűjtők, ott most már megint van hulladékgyűjtő terület, tehát ez tehermentesíteni fogja a vízparti területet. Sajnos esett az eső, ez általában azért így szokott előfordulni, de az eső sem tudta annak a kis csapatnak kedvét szegni. Így a régi versenypálya kitakarítása után átmentünk a Körösre, mégpedig a Meliskanyarnál van egy nagyon szép turisztikailag látogatott, tehát nem horgászok, hanem turisztikailag látogatott terület, illetve a Spiczre is kimentünk, ami a Berettyó-Körös összefolyása, és ott is összeszedtük a hulladékot, nagyon belejöttünk ebbe a dologba, és mindenkinek belső ösztönzése volt, hogy egy kicsit segítsünk, és talán példát is mutassunk. Mindezen felül a hulladék gyűjtéssel kapcsolatban mindenképpen kellene látni a lakosságnak azt, hogy ne hozzunk létre illegális szemétlerakókat, nagyon figyeljünk oda a hulladékra, ami hulladékot mondjuk kivittünk, ugye a következő kérdés akár az is lehet, hogy milyen hulladékok voltak kint. Tehát a hulladékok azok nem specifikusan horgász hulladékok voltak, mert a horgász hulladéka az tulajdonképpen az lehet, ahogy azért az elmúlt években tapasztaltuk, csontis dobozok, vagy éppen etetőanyag, vagy hozzátartozó ilyen szakmai hulladék, ha lehet ezt mondani. Itt azért inkább ilyen háztartási dolgokról volt szó. Számunkra is nagyon sok mindenki számára érthetetlen, hogy ha már kivitte az ember ezt a pácolt húsokat egy műanyag tárcán, akkor azt miért nem lehet betenni, vagy a pillepalackokat,
A pillepalackokkal talán a legnagyobb probléma, hogy miután kiürül a szél, könnyen belefújja a vízbe, így egyébként a KHS-nek a motorcsónakjával jó néhány műanyag pillepalackot is kiszedtünk a területről. Nem tudtuk természetesen ezt a közel 30 kilométeres peresi holták területet takarítani, talán nem is a mi dolgunk, de mégis megpróbáltunk együttesen tenni valamit a holták tisztaságáért, és különösen még engem is meglepett, hogy egyébként erről az akciónkról a két legnagyobb hulladékportál, ami működik Magyarországon, is hírt adott, és ez nagyon-nagyon megtisztelő volt számunkra, és a munkánknak egyféle elismerése volt. Beszélgettünk a múltról, azonban áttérünk egy kicsit a jövőre, ugyanis hamarosan beköszönt a szünidő, és az Egyesület a tavalyi esztendőben először rendezte meg a Kisvirág gyermektáborát. Idén várható-e ilyen tábor? Igen, természetesen ki nem hagynánk, legalábbis az én részemről ez egy hatalmas motiváció. A tavalyi évben, amiután megvolt a téli étkezési programunk a gyerkőcök számára, akkor ugye szembesültem közben azzal, hogy ők nem jutnak el táborokba. És akkor gondoltam, hogy szintén mezőtúri emberek segítségével, és szintén mezőtúri cégek segítségével, ezt majd mindjárt fogom is mondani, hogy milyen cégek segítségével, összeállítunk egy olyan programot, ami egy kicsit más szemszögből mutatja meg a gyermekeknek azt, hogy milyen is mezőtúr. És mindenképpen látják majd, hogy mezőtúr mennyire segítőkész, és mezőtúron mennyi olyan ember van, aki szeretettel várja őket, és ugye a cégeket, hogy meg tudjam magyarázni. Többek között ugye napi programunk, tehát ez nem egy bentalvós tábor, hanem reggel 9-kor jönnek a gyerkőcök, és aztán késő délután pedig jönnek értük a szülők. Tehát többek között akár a közösségi ház keretein belül voltunk a könyvtárban, a zeneszobában, voltunk a Városi Televíziónál, ahol a főszerkesztő úr bemutatott nekünk különböző, hogy is kell készíteni tévés anyagot, sőt, föl is vettetek minket. Nagyon-nagyon élvezték a gyerekek, természetesen előadták, hogy ők a komoly riporterek, számukra ez egy nagyon fontos dolog volt. Aztán átmentünk a Pont Rádióba, de voltunk a tűzoltóságon, bemutatón, voltunk a rendőrségen, kerékpáros ügyességi versenyen, akkor a Mezőtúri Horgász Egyesület a zárónapon megtanított minket, hogy hogyan is kell viselkedni egy tóparton, és hogyan kell horgászni, és mivel kell horgászni, és hallottunk egy nagyon jó előadást és érdekes előadást a Mezőtúri Horgász Egyesület elnökétől, Pongrácz Zoltántól, majd Veresimi versenyszervező pedig egy spontán versenyt szervezett a tóparton a gyerkőcöknek. Fazekaskodtunk a Túri Fazekas Múzeumba, az Evangélikus Templomba játszottunk, énekeltünk, tehát több mindennel foglaltuk el magunkat egy hét alatt. Ebben az évben az lesz még talán pluszba a különlegesség, mert mindig próbáljuk változtatni a programot, hogy Barta Gyulától kaptuk azt a lehetőséget, hogy eltölthetünk egy egész napot a sportpályán. És a sportpályán lévő edzőkkel vesszük fel a kapcsolatot, és Barta Gyula személyesen is fog nekünk segíteni, hogy különböző sportokat nézhessünk meg, és próbálhassunk ki. Szerintem ez megint egy olyan területe mezőtúrnak, ami alapvetően mondjuk rászoruló gyermekeknek nem egy heti program, hogy mondjuk edzésre járnak, vagy meg tudnak ismerkedni a teniszezéssel, a focival, a súlylökéssel, vagy bármiféle sporttal, amit egyik kézilabdázással, stb. Illetve a tavalyi évben nem sok időt tudtunk rászánni, pedig az intézményellátó ügyvezetője mindent megtett, de az időjárás nem volt sajnos ideális erre. Voltunk a strandon, és ebben az évben is nagyon szeretnénk a strandra ellátogatni, hiszen ez számukra tényleg egy olyan lehetőség volt, a gyermekek jelentős része nem is tudta, hogy mezőtúron egyébként van strand. Tehát úgy szervezzük meg a hetet, hogy egy kicsit a világ, egy kicsit kinyíljon az ő számukra, és ebben nagyon nagy segítséget kapok azoktól az emberektől, akik időt, energiát rászánnak, illetve a pedagógusoktól, a pedagógiai asszisztensektől, akik segítik majd a munkát a gyermekekkel egy hétig, és Taranikó intézményvezető asszonytól. Hogyan sikerül kiválasztani azt, hogy mely gyermekek vehetnek részt ebben a táborban? Ez mindig egy nagyon jó kérdés.
leginkább azért, mert ez egy nehéz rész. Tehát ami biztos, hogy ez nem egy tanulmányi verseny. Tehát ez a legfontosabb, ami számomra a mondani való, hogy itt nem arról van szó, hogy Katika ötöst hozott, vagy ennyire ügyes volt, és ő jöhet a táborba. Én azt kértem a pedagógusoktól, 20 gyermekről beszélünk egyébként, azt kértem a pedagógusoktól, hogy olyan gyermekek jöhessenek, aki egyrészt rászoruló, esélye nincs táborba eljutni, másrészt pedig olyan emberi értékekkel rendelkezik, ami emberi értékekre mi tudunk építkezni. És biztos, hogy ennyi ember segítségével az ő kicsin kis életéhez fogunk tudni hozzátenni olyan emlékeket, olyan dolgokat, ami őt építeni fogja. A táboron túl, hogyha a nyára tekintünk, még a Lokálpatrióta mozira kell kitérnünk, ugyanis idén is várják filmvetítésekkel a kikapcsolódni vágyókat a nyáron, a Túri Fazekas Múzeum udvarán. Annak idején honnan jött az ötlet? Hát az már annyira régen volt, hogy én már szerintem meg se tudom mondani, hogy honnan jött az ötlet, de hogy kitől, azt biztosan tudom mondani, mégpedig Bélei Ferenctől, aki egyébként a kulturális vonalunkat maximálisan képviseli. És a motiváció az volt, hogy nincs itthon mezőtúron mozi. És akkor szerettünk volna egy olyan nyáresti programot szervezni a családoknak, azoknak a családoknak, akiknek problémát jelent mondjuk bemenni gépkocsival Szolnokra, ott megnézni a filmet, és még onnan hazautazni, vagy csak egyáltalán szeretnének egy kellemes időpontban egy kellemes kis mozifilmet látni, tehát innen indultunk a történetbe. És most is itt tartunk, tehát különböző időpontokban a www.alföldközepe.hu oldalon fönt is van természetesen minden időpont és minden filmcím, amit egyébként külön is szoktunk jelezni. Az első film az nagy kedvenc mindenképpen, a Vad Kunság című film lesz. Én úgy gondolom, hogy minden szülő, aki szereti és szereti a saját hazáját és szereti a környezetét és a szeretném megmutatni, hogy ez mennyire érdekes, és nem csak az oroszlánok és a szavannák világa lehet érdekes gyermekeink számára, akkor hozzák el a gyerkőcöket, és nézzék meg velük együtt, mert egy szenzációs magyar filmről van szó, és hát mégiscsak a saját környezetünket tudjuk bemutatni a gyerkőcöknek. Egyébként a mozinak a belépő ára évek óta nem változott, 100 forintos a belépő, ezzel kell számolni, és a Túri Fazekas Múzeum kertjében van. Az időpontokat kérem, hogy mindenki figyelje, mert a két középső időpont szokott egyforma lenni a 9 óra, de már augusztusban és júniusban is két különböző időpont van, ugyanis ez kertmozi, és a nap lementékhez nekünk is kell alkalmazkodni. Mikor lesz az első előadás júniusban? Június 25-én 9 órakor várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Túri Fazekas Múzeum kertjében, de hozzátenném, hogy egyesületünk férfi tagjai különböző kerti játékokat, népi egyszerű játékokat készítettek, így a mozi előtt már nyugodtan jöhetnek a látogatóink, hiszen maga a Túri Fazekas Múzeum kertje is gyönyörű, és hogyha még néhány játékot kipróbálnak a gyerkőcök, azt talán még hozzá rakhat az esti dologhoz. Arra figyeljenek, hogy limitált számú székeink vannak. Aki szeretne hozni egyébként plédet, pokrócot, esetleg úgy szeretné megnézni ezt a nagyon klassz filmet, hozzanak, jöjjenek, várjuk önöket, várunk mindenkit nagy szeretettel. Köszönjük szépen a friss információkat, és köszönjük szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánunk neked. Még egyszer köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy eljöhettem, és legközelebb negyed év múlva találkozunk újabb akciókkal. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták, további kellemes napot kívánok önöknek, a viszontlátásra!